Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök sportmagazinunk eheti adását látják. A magyar Kenu 4-es tagjaként Vas András ezüstérmet szerzett a brandenburgi Európa-bajnokságon. A kontinens viadalon 40 ország mintegy 500 sportolója képviseltette magát. A kenulapát végén levő tollat élezi Vas András. A Dunafer SL versenyzője minden apró részletre figyel, hiszen a hatékony evezéshez ez elengedhetetlen. A lelkiismeretes felkészülés megtérül, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Európa-bajnokságon a Kenu 4-esek 1000 méteres versenyében megszerzett második hely. Az 1004-es pálya az jó volt, nagyon-nagyon erős szelünk volt, ott a főleg a felső pályán az 1-es, 2-es, 3-as pályák nem voltak annyira jók, ezért úgy gondoltuk, hogy bekezdünk, és aztán lesz, ami lesz alapon elindultunk. Hál' Istennek jól kibírtuk, edzéseken is ezt gyakoroltuk, hogy nagyon erős első 500 métert megyünk, és pont ugyanolyan időt mentünk, amit edzésen is gyakoroltunk, úgyhogy ezzel meg voltunk elégedve. A párosban az előfutam során lettünk negyedikek, bekerültünk a középfutamba, és a középfutamból már nem tudtunk sajnos tovább lépni. Egyszerűen annyira erős volt a szél, és a hajónk annyira alacsony volt, hogy nem befolyt a víz. Volt egy rossz rajt, ahol már elég sok víz befolyt, és a következő rajtra meg már nem tudtunk úgy oda készülni. Sajnos a többiek ezt a nagy szelet jobban megoldották, mint mi. Ebben még fejlődnünk kell. Hogyan készültetek erre a versenyre, és milyenek voltak a kinti körülmények? Nehéz volt készülni, mert én a verseny előtt egy hétig szinte csak feküdtem, napi egyet edzettem, mert beteg voltam, torokgyulladásom volt. Ennek ellenére mégis azt mondom, hogy egy jól sikerült verseny volt. A körülmények nem alkalmas versenyzésre ez a pálya, sajnos most már szerintem ezt a szervezők is látják. A pálya mellett hajóforgalom ment, nagyon erős volt a szél, és ebbe a szélbe ez a pálya szinte elveszhetetlen. Van olyan pálya, ahol szeles futamokat is lehet menni, de nem hullámzik ennyire, ez sajnos nem volt az. Hát most a német precizitás annyira nem tette oda magát. A nyári versenyidőszak ezzel azonban nem ér véget. Augusztus 6-án kezdődik a moszkvai világbajnokság, ahol a Kis Tamás, Vas András, Varga Dávid, Sarudi Pál összetételű kvartett is elindul. Vas András szerint legnagyobb ellenfelük a serdülő kora óta együtt evező fehér orosz 4-es. Mik a további tervek, mik a további célok? Ugyanezzel a 4-essel most már csak erre az egy számra kell koncentrálnunk a világbajnokságon. Ott sajnos nem tudtuk megszerezni a kvalifikációt a párosba, csak az Európa-bajnokságra. És akkor a 4-est folytatjuk. A cél, hát ez a fehér orosz 4-es már serdülőkoruk óta együtt evez, tehát ők csak erre az egy számra készülnek. Volt már olyan egység, aki megvert őket, mi nagyon szeretnénk most a világbajnokságon ezt bebizonyítani, hogy mi magyarok is meg tudjuk őket verni. Jó eséllyel pályázunk rá, ugye tavaly egy másik 4-essel lettünk harmadikak, most az EB-n rögtön ezüstérmesek lettünk. Bízom benne, hogy a harmadik szín is elérkezik az év végére. De hogyan érzed, hogyan látod így belülről, mi az, amiben neked személy szerint, illetve magának a 4-esnek fejlődnie kell, hogy akár a fehér oroszokat, akár mindenki más gyakorlatilag megverjetek? Én úgy gondolom, hogy a pályánk az abszolút rendben van rakva, a rajtunk tökéletes, azon tényleg nem tudnék javítani. A pálya közepe az, ahol egy picit van javulnivalónk. A finishünk is megvan, a közepe az 500-as indulás. Azt, hogy tudunk egy kicsit erősíteni, ott mentek el tőlünk a fehér oroszok. Ha ott tudjuk velük tartani a lépést, akkor úgy gondolom, hogy a végén meg tudjuk őket verni. Fizikálisan, illetve mentálisan hogyan tudtok, pontosabban mi múlhat az a középső 500 méter, amit te is az előbb említettél? Hogyan lehet ezt javítani, hogyan érzed fizikális, ha lehet így fogalmazni, probléma van, vagy mentálisan kell még jobban oda tenni magatokat? Fizikális probléma szerintem nincsen, hiszen ha a végét bírjuk, akkor közepét is bírni kellene. Ez inkább mentális dolog, hogy ott nagyon nagy fájdalmakon esik át az ember, azért ott már tényleg már 180 fölött van a púzus, és még van hátra még egyszer annyi, mint amennyit megtettünk. Azon át kell lendülni, az inkább mentális felkészülés jelent. Fizikálisan úgy gondolom, hogy készek vagyunk arra, át kell lendülni ezen a holtponton. Vas András kiemelte, a 4-esnek a moszkvai világbajnokságon a középső 500 méteren kell átlendülnie a holtponton. Ha ott tartják a lépést a fehér orosz kvartettel, akkor a magyar egység legyőzheti a regnáló Európa bajnokokat. Remekül szerepeltek a Dunafer DVS-i úszói a 116. alkalommal megrendezett országos bajnokságon. A Dunajvárosi különítmény tagjai végül 3 aranyéremmel, 2 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a tornát.
A szerdán kezdődött 116. országos bajnokság első napján Balogh Gábor az 50 méteres hátúszás döntőjében diadalmaskodott, majd a Dunafer DVSI 400-as váltója a harmadik helyen végzett. Az idején legjobb magyar eredmény Cselászló nevéhez fűződik. A dunaújvárosi különítmény az OB második napján is jól szerepelt. Takács Krisztián zsinórban a 10. országos bajnoki címét szerezte meg az 50 méteres gyors úszás versenyszámában. Igazából már előtte Veradérivel már számon tartottuk, ugye, hogy ez lehet a 10. sorozatban, és hát meg igazából nem is attól féltem, hogy ez nem lehet meg, csak ugye 50 gyorsan azért sikerült már párszor úgymond hibázni, és most eléggé színvonalas mezőn gyűlt azért össze. Úgyhogy ezzel az egyen izgultam, csak hogy azért minden összejön, semmilyen sérülés ne jön közben, meg hasonlók, meg igazából még a VB szint időt akartam nagyon megúszni, de az is hányszerűen sikerült, mert meg 22-25, és akkor így már jövő évi kázányi VB-re megvan a szintedőn, és azért nyugodtabban tudunk készülni. A debreceni viadal válogató verseny is egyben. Az augusztus 14-én kezdődő berlini Európa-bajnokságra utazó keretet az OB utolsó napján hirdeti ki Kis László szövetségi kapitány. A berlini Európa-bajnokság lesz a fő, augusztus 14-25-ig, 18-án kezdődik az úszás része. Ott 50 gyorsan mindenképp szeretnék döntőbe kerülni, mert hát most ugye ez az idő a Európa rangit a 8., de nagyon kicsik a különbségek, és remélem, hogy most már a szerencsés és az én oldalamra áll, és végre döntőbe lehetek, ugye döntőbe meg hát akármi elsülhet, ugyanúgy, mint 2011-ben Shanghai-ban ott is pár századra voltam a dobogótól, és hát azért a VB az erősebb, mint a GB. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ott minél jobb lehessek. Aztán, hogy még sikerül-e 100 gyorsan is rajtkörelni, meg hogy milyen váltókat indítunk, az még a jövő zenéje, mert majd most fog eldőlni a mai edzőbizottsági ülésen. A debreceni OB csütörtöki napjának másik dunaújvárosi dobogós helyezését Balogh Gábor szerezte. A 24 éves versenyző az 50 méteres hátúszás versenyszámának megnyerése után 200 méteren a második helyen ért célba. Azt beszéltük a Kovács Józseffel az edzőmmel, hogy most erre az OB-re nem csak a 200 hátat veszük figyelembe, hanem mind a három hátszámot, az 50-100-200-at, hogy jól tudjak mind a három számba úszni, és ezért ez a kisebb pihenő azért itt már visszaütött a 200 hátra, és az utolsó 50-en ott már voltak gondok, de szerencsére így is nagyon jó időeredményt tudtam elérni. A debreceni OB zárónapján Takács Krisztián a 100 méteres gyors úszás versenyszámában a második, Balogh Gábor a 100 méteres hátúszás döntőjében az első helyet szerezte meg. Ezzel a dunaújvárosi különítmény 3 aranyéremmel, 2 ezüsttel, valamint 1 bronzzal zárta a tornát. DF Renalpin FC néven kezdi meg a következő szezont városunk futszál csapata. Az együttes szezonnyitó sajtótájékoztatóján 2 játékos leigazolását, valamint új vezetőedző szerződtetését jelentette be az NB1-es bajnokságba feljutott egylet. Köszöntjük a sajtó jelenlévő képviselőit. A mai nap apropója az, hogy a futszál NB1-es csapatunknak új edző, új játékosai vannak, és ezt szeretné a szakosztályvezető bemutatni. Stankovics László a sportbizottság elnöke nyitotta meg az NB1-be frissen feljutott DF Renalpin futszál csapatának sajtótájékoztatóját. Az előző szezonban még DF Greenpet néven szereplő gárda nem csak névváltoztatáson esett át, hanem személyi változások is történtek. Én szeretném azt elérni, hogy a Dunaújváros legyen az első csapat, aki nem fog tudni maradni első főjutóként EB2-ből NB1-be. Ezt mondta bemutatkozó beszédében az NB1-be frissen feljutott dunaújvárosi futszálcsapat trénere Baranyai Pál. Az 1977-ben született szakember 3 éve foglalkozik edzősködéssel, előtte játékosként többek közt a Gödöllő csapatát erősítette. Hangsúlyozta, a cél elsődlegesen a bennmaradás, ugyanakkor szeretné túlteljesíteni a vezetőség elvárásait a 37 éves tréner. Szigorú vagyok, és nagyon azt mondom, hogy én mindig mindenhol arra törekedek, hogy minél jobban legyen a csapat. A vezetőség ugye itt azt jelentette ki, hogy a bennmaradás a cél. Pillanatilag azt mondom én is, hogy bennmaradás a cél, de azért az álmaimban benne van az, hogy a rájátszásba bejussunk az első hatba. Én azt szeretném elérni, nekem az a célom, ugye a vezetőségnek az a célja, hogy bennmaradjunk, de nekem az a célom, hogy én az első hat közelébe szeretnék lenni. Nekem ez a célom. 2 ígéretes jó játékos, tapasztaltat, válogatottat megjártat, illetve a közé szerepeltet hoztál. Mit vársz tőlük?
Hát mind a kettőtől nagyon-nagyon nagy segítséget várok, főleg a pályán, mind a kettő ugye gólerős játékosról beszélünk. Nagy Roland ugye már volt utánpótlás válogatott is, meg a Sranc Balázs is. Sranc Balázs azért már egy idősebb játékos, ő a rutinjával, meg az eszével, tudásával nagyon nagyot fog tudni segíteni itt a dunaújvárosi játékosoknak. A Nagy Roland viszont meg a labda biztonságával, meg a gólerősségével fog tudni segíteni, én ebbe bízok. Remélem, hogy mind a kettő nagyon nagy segítség lesz a Dunaújvárosnak, mert ha nem, akkor viszont én meg olyan ember vagyok, hogy ha nem fogják azt nyújtani, amit kell, akkor nem fognak játszani. Talán egy éve ültünk itt utoljára ebben a körben, és sokkal nehezebb helyzetben voltam, én azt gondolom, akkor hiszen egy új sportágat szerettünk volna meghonosítani Dunaújvárosban. Zemankó Zoltán az előző szezonban szakosztályvezetőként vett részt az együttes működtetésében. Elmondása szerint az NB2-ben töltött egy év alatt világossá vált a vezetőség számára, hogy a játékos keret mellett az egyesület szakmai vezetését is meg kell erősíteni. Ezért igazolták le a szezon közben a válogatott pályaedzőjét, Fehér Zsoltot. Az első osztályhoz azonban ennél is több kell. Láttuk a tavalyi évben, megint csak picit visszakanyarodnék a tavalyi évhez, láttuk, hogy a vezetésben, a csapat szakmai vezetésében meg kell erősödjünk. Nem azért, mert nem volt megfelelő vezetőnk, sokkal inkább azért, mert a mi vezetőnk, Nagy Attila edzőnk, játékosként is óriási küzdő. Nagyon sokat köszönhetünk neki, mind edzőként, mind játékosként. De láttuk azt, hogy a nagy csapatok ellen, a jó csapatok ellen, ha ő a pályán van, akkor valakinek felelős jó döntéseket kell hozni a padról. Ezért sikerült ide csábítanunk egy picit, Dunaújvárosra tennünk egy picit Fehér Zsoltot, a válogatott pályaedzőjét. Zsolt azóta is itt van közöttünk, szakmai mentorként, instruktorként irányítja a mi munkánkat, a mi szakmai munkánkat. De azt is tudjuk, hogy ő nem lehet a vezetőedzőnk, hiszen a Dunakeszin látta ilyen feladatokat. Úgyhogy az ő tanácsára kerestük meg Baranyai Pált. Pali ezt a munkát mondhatom, úgyhogy Pali elvállalt ezt a munkát. És idei szezontól, ettől a héttől már hivatalosan is ő látja a vezetőedzői feladatokat. Stankovics László kiemelte, tisztes helytállást vár az együttestől első NB1-es szezonjában. Mint mondta, nagy öröm számára, hogy Dunaújvárosban a látványsportok mellett a tömegsport is jelentős népszerűségnek örvend. Most már méltóak lehetünk a sportvárosházban, egyszer annak idején megkaptunk, és azt gondolom, a foci és a kézilabda végre helyére került, és látszik az, hogy kisebb sportok, mint többek között a futszál is, említhetném a kajakent és más olyan kisebb kvázi sportokat, kisebb köcsődések, azok is megfelelnek, és az NB-ben megállják helyüket. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy az együttes leigazolta a korábbi NB1-es játékost, Sranc Balást, valamint Nagy Rolandot is. Az egyesület heti 3 edzéssel készül az augusztus közepén kezdődő bajnoki szezonra. A Dunaújvárosi Jószolgálati Otthonban fogadták a Különbség kisebb, mint gondolnál elnevezésű jótékonysági futás résztvevőit, akik a Nyíregyházi Down Egyesület számára gyűjtenek adományt. Tapsviharral köszöntötték a jótifuti résztvevőit a Dunaújvárosi Jószolgálati Otthonban. A jótékonysági futamot Lajko Csaba kezdeményezte, aki a Nyíregyházi Down-szindrómás Egyesület Csodavár elnevezésű képességfejlesztő központ részére gyűjt adományt. Harmadszor futok a Down-szindrómás gyermekekért, és ezek a gyerekek hozzám nagyon a szívemhez közel kerültek, illetve nem csak a Down-szindrómás gyerekek, hanem a fogyatékkal élő gyerekek is, tehát mind a két csoportért futok gyakorlatilag. Én közelről néztem a szemedet. Téged egy pillanatra megfogadt ez a fogadtatás, a taps és a szeretet. Ez a motor, ami hajt téged? Na, rám sokszor mondják, hogy szeretetészségem van, és ez nekem ez így is van. Én nagyon szeretem, ha szeretnek, és én is nagyon szeretek. Szeretnék én is valamit. Mesélj erről a példátlan teljesítményről. Hányan, mennyit, hogyan? Székesfehérvárról indultunk július 14-én, egy 12 fős csapat, aki végkísér ezen az úton, az egész hétig tartó úton. Ugye ez 530 kilométeres táv lesz körülbelül. Fehérvárról, Balatonföldváron szálltunk meg először, majd Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Pusztaszabolcs, és végül pedig Budapesten a Margit-szigeten fejezzük be ezt a jótékonysági futást. Köszönjük, hogy eljöttetek, és fogadjátok szeretettel a kis vendéglátást. Köszönjük szépen. A futam résztvevőit Csatóné Nóra, a Széchenyi Gimnázium egyik tanára mutatta be a megjelenteknek, akik óriási lelkesedéssel fogadták a vendégeket. Mint kiderült, Dunaújvárosból többen is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nagy büszkeségünkre Dunaújvárosban működik egy futóklub, akiknek a képviselői elmentek Csaba elé. Van, aki egészen Dunaföldvárig, van, aki pedig a város szélétől kísérte őt idáig, és
elárulhatok egy másik titkot, hogy egy másik küldöttség pedig ki fogja őt kísérni. Reményeink szerint még olyanok is lesznek, akik egészen puszta Szabolcsig fogják őt kísérni. Például ez a ragyogó hölgy, aki itt mosolyog előttem? A ragyogó hölgy sajnos csak biciklivel fogja, de a hölgynek a lánya reményeim szerint puszta Szabolcsig el fog futni Csabával. Nagy büszkeség ez nekem, hogy ő is ilyesmire adta a fejét, sőt mind a két lányom itt van a csoportban. Halkan, de nem zárójelbe tegyük hozzá, hogy a hőmérséklet 33-34 fok. Lelkileg fölgyúrtad magad erre a példátlan feladatra? Hát a magam részéről feltétlenül sokkal nagyobb izgalmat okozott nekünk az, hogy a lakókat esetleg megviseli majd ez a rossz idő. Azért ilyen nagyon-nagyon picike távot néztünk ki a közös futásunkra. Ezt a kis otthont fogjuk majd félig meddig megkerülni nem sokára, hogyha a futók szusszantak egy pici. Miután a futók kipihenték magukat, a Jószolgálati Otthon lakóival együtt körbefutották az épületet, hogy Dunaújvárosban is felhívják a figyelmet a Down-szindrómásokra. Reméljük, és akkor leszünk boldogok, szerintem mindenki nevébe mondhatom, hogyha megvalósul. Tehát sikerül ugye a figyelmet felkelteni, többek közt ugye a sajtó fogadtatásával és a riportokkal, amit most teszek, hogy igenis vannak olyan emberek, akikre oda kell figyelni. Persze itt sok emberről, gyerekről lehetne szó, és folytathatnánk. De én úgy gondolom, ha mindenki, mint a futók is részt vállalnak ilyen feladatokban, ilyen célokért, és felhívjuk a figyelmét a társadalomnak, hogy segítsenek, akkor szerintem a problémák, ha lassan is, de meg fognak oldódni. A Jótifuti Budapesten a Margit-szigeten ér véget. Lajkó Csaba hozzátette, a jótékonysági futás csak is a sportközösség összefogásával, valamint a támogatók segítségével valósulhat meg. Így örömmel fogadnak minden olyan adományt, amivel a beteg gyermekek életét megkönnyíthetik. Második alkalommal rendezte meg nemzetközi szabadtéri bajnokságát a Mezőföldi Sólymok Íjász Egyesület városunkban. A megmérettetésre már Koreából is érkeztek versenyzők, a helyi csapatból pedig mintegy 30-an mutatták meg tudásukat. Felharsant a kürt, amely a magyar hagyományőrző íjásztábla nevezetű nemzetközi verseny kezdetét jelezte. A megmérettetésre még Koreából is érkeztek, akiket különleges fogadtatásban részesítettek a helyi versenyzők. A körben álló fiatalok feltartott íjukkal egy jurtát formáztak, a külföldi indulók pedig ebbe belépve váltak a közösség tagjaivá. Nagyon jó itt lenni. Itt van a kiváló lehetőség, hogy Mr. Von, aki a szövetség szervezőbizottságának az elnöke, átnyújtsa a Lakatos István úrnak ezt az elmaradt érmet. A megnyitó után egy nagy jelentőséggel bíró érmet is átvehetett a helyi egyesület elnöke. 3 évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy harc, japán, mongol és a magyar között. És 2 pont hiány megnyertük a verseny csapatban. Meg is volt az a 2 pont, hogy eltaláltam az őzet, de olyan nagy energiával csapódott az őzbe, hogy szétrobbantotta a testén egy bizonyos pontot, és kirepült veszővel együtt. És ők azt mondták, hogy ez nem ér ez a találat. Szomorúan vettük ezt tudomásul, így leszorultunk a második helyre, és az volt a másik nagy bánatom, hogy hát nem kaptunk érmet, és most poltották 3 év után. Hála Istennek itten hazai környezetben, úgyhogy megutaztatta az egész világot ez az érem. A Mezőföldi Sólymok Íjász Egyesület már évek óta szervez terembajnokságokat, a szabadtéri versenynek azonban még csak 2 éves hagyománya van. A megmérettetésen a helyi csapat 9 és 13 év közötti növendékei is bizonyíthattak. Varga Attila vagyok, 9 éves vagyok, és november szintén. A feladat az volt, hogy a versenyzők a korosztályok szerint meghatározott távolságból különböző formákra lőjenek. A találat 3 pontot ért, ha a tábla fehér részébe fúródott a vessző 2 pontot, ha pedig csak a földön elkerített területre érkezett a nyíl, 1 pontot kapott a versenyző. Az íjászoknak a hőség is megnehezítette a dolgukat, koncentrációra tehát nagy szükség volt. Lakatos Pisti barátommal kívánsára érkeztem. Most vagyok először ezen a versenyen, bár régóta tart a barátságunk. Ezt jól tudom, most másodjára rendezik meg ezt a szabadtéri versenyt. Az az érdekessége, hogy most szabadtéren vagyunk, nagyobb
teret enged meg ez. Távolabb lesznek a célok a szokásosnál. Ez fogja megadni a verseny érdekességét, illetve a nem mindennapi hőség. Ez a sport már nagy hagyománnyal rendelkezik, ennek ellenére kevesen ismerik városunkban. Az íjászat népszerűsítése tehát fontos, ebben az önkormányzat is segítséget nyújt a helyi egyesületnek. Szeretnénk egy hagyományőrző sportágat megteremteni a városunkban, ennek egyik ilyen sportja lenne az íjászat. Mind nemzetközi, mind pedig hazai versenyeket szeretnénk itt rendezni, a Lurántfi iskola lent Kádárvölgyi sporttelepén. Ez mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg hozzájárulunk. A képviselő hozzátette, a sport népszerűsítése az utánpótlás miatt is fontos, így a jövőben talán tömegsporttá is válhat városunkban a hagyományőrző íjászat. 50 lövés után fogjuk kihirdetni. A DSTV stábjának egy tagja vállalta, hogy 4 héten keresztül a Max Payne edzőterem vezetője által előírt edzésmunkát végzi el. Az eredményekről minden héten beszámolunk. Záró etapjához érkezett a DSTV és a Max Payne edzőterem közös projektje. Az utolsó héten a különböző kardió és erőfejlesztő feladatok mellett a harcművészetekben is használatos alapvető forgásokra és nyújtásokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Tapsolj, ne indulok előre, tapsolj, irányváltás lesz. Jó? Taps, indulsz. Nézd. Oké. Na, most még nem megy a levegővétel. Most nem volt nagyon se kettlebell, se tabata, se TRX, de mégis nagyon fárasztó volt. Miért volt erre szükség? Hát tulajdonképpen az MMA edzésre szükség van egy általános erőllétre. Ennek egy ilyen bemelegítő vagy egy kezdő változatát próbálhattad ki. Ezt általában 2 órán keresztül szoktuk művelni, felváltva technikázat, illetve erősítünk. Ez mennyire illeszkedett, vagy mennyire volt betervezve a kettlebelles TRX-es edzésbe? Kapjak ebből is egy kis ízelítőt, vagy ez szándékosan tényleges része volt a 12 alkalmas edzésnek? Hát ez speciál neked része az edzésnek, egyébként a többieknek vagy TRX, vagy kettlebell, vagy MMA edzéseik vannak. Ezt a 4 hetet úgy próbálom összeállítani, hogy mindegyikből valamekkora részt tudják kipróbálni. Ez a későbbiekben, ez az edzés, ez mennyire illeszkedett abba a felkészülési programon, most mondom így, hogy a szerdai edzésen már ugye nyugodtan fogunk visszatérni a kettlebellre, TRX-re. Természetesen ez illeszkedik az edzés programodba, annyi, hogy egy kicsit más maga a mozgás, az ismétlés számok egy kicsit máshogy alakulnak, de ehhez egyrészt nagyon nagy erőre van szükség, másrészt nagyon jó állóképességre, ezért nem az első héten kezdtük ezzel, hanem most. Tehát tulajdonképpen ez a kardió és erőedzésnek a teteje. On training day I go too hard, ask Antoine Fuqua. I am Godzilla of these favelas. New car, flow, flow. Won't you follow me into the jungle? Won't you follow me into the jungle?
Ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!